Hellosztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Ismételten Demonologist-ozni fogunk, Dolonszkólival. Így van, hello, sziasztok. És az lesz a lényeg, hogy jött egy update ez a játékhoz, és most azt fogjuk megnézni. Elvileg hoztak be egy új pályát, illetve performance update, és a Ghost-tal szembeni tapasztalatok és minden egyéb finomság vár ránk, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kezdjünk neki. Mondjuk, amíg azt meg akarom nézni. Jó, várja, de itt melyik volt az új pálya, amit mondtak? Na várja, azt hiszem a Funeral Home. Ez a bal felső, a Kurosawa mellett balra. De mielőtt még belekezdünk, én meg akarom nézni azt, hogy esetleg van-e vagy a szellemeket akartam megnézni, hogy van-e esetleg új? Vagy esetleg valamelyiknek változott-e a leírása? Hát én új szellemről nem tudok. Legalábbis nem írtam. Én se. Hát nem tudom, az első dolog, amit észrevettem az update-tal kapcsolatban, hogy szerintem most még kevesebb FPS-en van, mint ezelőtt. Ezért le is korlátoztam az egészet 60 FPS-re, hogy nekem ne ingadozzon itt sem erre, mert olyan 70 valamennyi közül körül mozog, de mondom annak úgy meg mi értelme van. Na, meg olyan jól megy. Nem tudom, nálam van elbaszva valami, vagy nem tudom tényleg. Na várjál, akkor gyertyát viszünk. Nálad van gyertya? Nálam három feszület is van, várjál. Én nem tudom. Jó, nálam van gyertya, a fényképezőgépek, van zsebóra, de azt hiszem a jó tudom, ide nem kell zsebóra. Mivel új... Figyelj, új map, én hozok egy egyetlen zsebórára úgyis elég lesz. Elvileg van két keresztem. Az nekem is, de én már raktam be. Szóval... Meg van tripodom is. Jó, ja, állványos kamera? Aha. És az mire jó? Mert úgymond ebben a játékban orb nincsen, vagy van? Hát itt az van írva, hogy elvileg, hát ugye el lehet helyezni ugye területekre, és lehet figyelni vele a... Gondolom a kinti kamerákon lehet figyelni, hogy most ahol elakta a tripodot, akkor azt a területet tudod nézni. Hát de akkor alap esetben úgy sokat nem... Tehát úgymond a bizonyítékokat nem egészíti ki. Ha minden igaz. Hát úgy nem, gondolom meg lehet nézni külsőleg, hogy most mi történik. Vittem, hogyha mondjuk egy ESG tudod, hogy most akkor interakt az ESG-vel, amikor nem vagyunk bent. Uh-huh. Napira azon meg lehetne figyelni. Ja. Amúgy képzeld el, hogyha ugyanúgy vagy a J-vel, és kijössz a napi küldetésből, akkor itt a bal alsó sorokban a notes, vagy hát a második sor, ha úgy nézzük, ott például fel van írva a választható célokba a bedlem, amikor múltkor voltunk ott, a csapda mechanizmus fel van írva. Tehát hogyha például el is felejtenénk, hogy működik, akkor itt van. Tehát nem kell majd legközelebb bemennünk, és akkor újra megnézni, hogy működik, hanem akkor itt van. Ja, igen, látom én. Tehát ezt kint is meg tudjuk, tehát kint is meg tudjuk nézni úgy, hogy tehát hogy ne öljön meg minket közben a szellem. Aha. De akkor ez tök jó. Hát igen, mondtad neked egy jegyzet, amit felszedtünk magunknak. Igen. A pályát beszavaztottad? Bocs, nem. Funeral Home. Új, és még olyan is a képe ott a jobb alsó sorokban, úristen. Igen, amit az update-ben is itt bemutattak. Innen nézve valami középkori háznak tűnik. De... És akkor most könnyű szint, mert hogy így ne... Kezdjük egyből a nehéz dolgot. Mennyit tudok, hogy sötét van ott szerintem. Igen. Azt tuti. Akkor én készen állok, most ne húzzuk az időt, szerintem. Azt a rohadt! Gyűha! Ez van-e olyan, mint a ciklon, nem? Vagy melyik? Muti! De! Ez olyan, mint a ciklon. Csak most nem jobb, mint a bal. Igen. Nagyon tetszik már most a Funeral Home-nál a kereszt, a koporsó ott a táblánál. Egyőre nem hallok paranormális hangokat. De várjál, a taktika az előző videóból olyan dolgokat kell vinni, amiket le kell pakolni. Tehát én viszem az ESG-t. Én megviszem a festővászot. Jó, kell egy zseblámpa. Igen, meg a zseblámpa. Meg ektoplazma. A Spirit Box meg az UV maradhat a végére, nem? Azt hiszem úgy csináltok a múltkor is. Várjál. Azt hiszem. Úristen. Tehát bekapcsolom a zseblámpát, mínusz 40 FPS. De még színesebb a játék, itt lehet látni. Igen. Legalábbis ez a map. Igen. Ez az Unreal Engine tudja. Na várjál, hol kell bemenni? Itt. Az
ajtón. Tudod mi a furcsa? Nem hallok semmit. Amúgy én sem. De várjál, én nyomjam a... Azt a kurva élet! Azt a... Basz meg! Akkor arra lesz. Oké, erre lesz, erre lesz. Na, amúgy fontos kérdés, pont akartam mondani, hogy... hogy én nyomjam a voice push talkot, vagy csak neked? Hát, csak én, nem. Ja, jó, oké. Ojjaj, rá van írva valami a koporsóra. Ez most nem tetszik. Ezt én sem tudom. Oké, de ez nagyon para volt ez a megjelenés. Nem azt mondták, hogy új jumpscare-ek vannak? De. Remélem valami még le is jön innen, mert akkor... Új! Na, jó van, takarodja! Ja, csak oda volt ivitálva, bazeg. De végre fixálták a jumpscare-eket, mert... Eddig nem nagyon volt. Na, itt tuti lesz valami tükrös jumpscare, vagy fürdős. Ez mindig szokott lenni. Hol talod kártya, de jó. Jaj, azt inkább passzolnám. Továbbra sincsen FPS-em kitartóan. Valami nem is tűnik. Hogy most én hoztalak. Igen. Nézzük, itt van-e valami. Olyan, itt be van kapcsolva a tévé. Hát megint van valami tévé. Jaj, én nem akarom. Új, itt van zsebkendő. Ez nagyon gyanús. Ajaj. Ez mi volt? Azt a kurva! Ja, kimászott a tévéből, és az volt az a nevet. Úristen. Oda van valami 4 óra írva a tévére, azt gondolom később majd lesz nagyobb jelentősége. Itt van valami pelenkázó, meg gyerekszoba. Hát itt semmi. Várj, nálam mi van még? Ektoplazma. Eddig nézem az ektoplazmát, hát ha valahol megjelenik. Mi ez? Mi az? Hoppá. Bazeg! Valahol lehet, hogy ott van, ahol megjelent. Mi biztos... Jaj, ne, csak pinyót ne! Nem pince, baszki. Csak pinyót ne! Úgy lesz, ez így. Ez egy nagyon vicces. De inkább ne. De várj, itt van konyha. Ez ilyen Granny-s konyha. De nem tudsz, hogy körbe tudni, ez a baj. Hát nem. Tudja, hogy ennek a kinyitott safe-nek lesz valami jumpscare-e. Hú, bazeg, ezt a mappot is. Ajaj! Jaj, ne! Valami futott. Valami kopog, nem? De szerintem fönt van akkor, nem? Én nem tudom. Mondjuk erre nem voltunk még. Igen? Ott van, azt a kurva élet! Mi a kurva élet ez? Azt a kurva. Egy biztos, hogy a készítők oda tették magukat, tehát ez fix. Megvan, itt a szoba, van ektoplazma. Itt. Igen, ez az. Ez az IMF, mert nullát mutatta. Hát ez tök jó. Vagy kell lerakni? Ja, G-vel. G-bet. Már kapcsunk villanyt. Ú, de jó, és elsötétíti a különböző szobákat. Ú, te. Jó, várjál, akkor van ektoplazma, ez nagyon fontos. Ezt jelölhetjük is. Erre bejelölöm az új lenyomatot, semmi baj. Nagyon jó, hogy van ektoplazma. Oké. Okay. Szerintem dobd le az EMF-et. Aztán menjünk. Jó, ez nem úgyse fog mutatni semmit se. Bugos. Hát remélem nem. Egy biztos, hogy jumpscare-ek terén a készítők most oda tették magukat. Hát igen, most ezek az új jumpscare-ek kicsit most beijeszti az embereket. Hát igen, mert már a többi mappot úgymond megszoktad. Na jó, Spirit Box, meg egy kereszt mindenféleképpen. Tehát egy... Így van, keresztet azt vinni kell. A gyertya az rá... Várjál, mik a választható célok? Az, hogy a keresse meg a gázpalackot. Ez jó kezdődik. Keresse meg a megfelelő holttestet UV-fény és ektoplazma üveggel és krucifix segítségével határozza meg a nemét. Ha figyelmesen figyel a hangjára, égesd el a megfelelő holttestet, mielőtt lejárna az idő. Nem akarsz a házban lenni, amikor lejár az idő. Akkor... Akkor azért van az a tévé. 4 percet van megtalálni, vagy... Hát gondolom, hogyha a választható cél elkezdődik. Mert akkor gondolom egy örök hunt elkezdődik akkor. Az kurva jó. Azt mondja, hogy
hogy hívják az emberkéket, és... Dothary. Egyedül válaszol. Hú, de! De! Vagy Dothary, meg itt vagy kell. Dibuti! Várjál, Dothary! Dothary! Jó, nekem mindegy. Nekem is mindegy. Melyik? Ott! Mi van? Mi van? Mi van? Ahol most van szembe az a fa. Ahogy fölnézett. Egyenesen, hogy most én nézek. Ez a fa. Igen? Igen. Ott volt egy pisztenés, és mögötte kinézett valaki, és kéken világított a szeme. Bazd meg! De várjál, az a izén is... A Haunted House-on is volt egy ilyen amúgy. Emlékszel rá, ott visz... Ott is volt egy pisztely, és ott nem jött semmi. De... Itt meg igen. De ott a körből a csaj jött ki, ott ugyanúgy a fa mögül, azt hiszem. Bazzeg. Az ott csinált valamit? Nem tudom. Festői nem festett. Ojoj! UV, nézd meg az UV-t. Becsukta? Igen, van, van kézenyomat mindenhol, ajtón. Diogen Agash Wraith, na. Kettes MF. Nagyon szereti nyitogatni az ajtókat. De várjál, melyik? Köszi, hogy kiítottad. Négyes. Köszönöm, négyes. Na várjál. A három szellem közül melyik az? Várjál, van az Agash. Kimennék, aztán úgy nézegetnék. Igazad van. Hát, ha végig csak átvár minket. Na várjál, Agash. Ja igen, ez a hideg. Hát de még fagyos hő, még nem nagyon volt. Aztán volt a Wraith. Valami tört. Valamit mozdít. Hát nem akarom megtudni. Nagyon valószínű, hogy ébren vadászik Spirit Box-szal való beszélgetés, UV-fény és gyertyák használta felébreszti azt. És becsukta azt az ajtót. Becsuk minden ajtót. Hát mondjuk kereszt az van nálunk. Ez mi? De beszartam. Mert mi volt a másik? Még a Diogen. Sokkal agresszívabbak, ha amikor a kiválasztott célpontukra vagászak. De kevésbé agresszív, a zsákmánya nincs a közelben. Hát most... Most mondanám azt, hogy... Köszönjük. Nem tudom, amiből ez sokkal jobban észrevehető, az most felkapcsol... Szerintem... Ki... Lecsapta a biztosítékot? Várj, ebben a játékban nincs biztosíték. Ebben nincs. Akkor csak szépen lekapcsolta a lámpát, vagy ki is pukkasztotta? Szerintem csak lekapcsolt. Most nézd, most két opció van, vagy Agash, vagy Wraith, mert a Wraith-nél az a keresztet még el tudom fogadni. De ott felkapcsolt egy villanyt, az nagyon nem tetszik nekem. De amúgy se jó, alapból se jó, meg kéne még valami. Nem tudom. Én voltam. Ajaj! Ez mi? Valami, Azt én is hallottam. Az a gond, hogy neked át kéne menned egy másik helyre, mert nekem beszélgettem kell vele. Jó, akkor kimegyek. Basz meg! Akkor kimegyek. Hát ki nem menjél? Hát akkor mit csináljak? Nem tudom. Where are you? Are you here? Can you speak? Várjál, ez nem lekapcsolt lámpánál kell csinálni? Azt a kurva, de megijesztettél! Bazzeg, hogy elősétálsz a fényből! Are you here? Can you speak? Anyád! Bazz meg! A faszod! 3D látás. Are you here? Can you speak? Give us a sign. Mi volt ez a... Ja? Mi? Nem. Hallottam valamilyen shoulder izét. Lépést. Are you here? Anyád! Kiította a fiókot. Ó! Oh! Hármas. Hopp, sör! Egyből nézd meg ez a... Ez tudja, hogy ez egy férfi... Egyből a sör kell neki. Ez tudja egy férfi szellem, bazeg, mert egyből sör.
De csak az a baj, csak hármas. Tudod mi a legnagyobb bajom? Hogy itt te hol futsz körbe a szellemmel? Hát, Marx itt a konyán keresztül. Körbe. Where are you? Are you here? Can you speak? Give us a sign. Mi van? Where are you? Are you here? Jó, passzom a spirit boxba. Beszélj te vele, cseréljünk helyet. Aha. Te mondod, hogy baszki, te egy helyben leszel, én meg majd körbe-körbe megyek és bekapkodom a jumpscare-eket. Wow, mi volt az így? Mi? Tatarai. Öt volt! Vedd föl gyorsan! Mi van? Ötös! De, hogyha felvetted, várjál, meg... Igen, jó. Ötös. Ott volt valami, sütött valamit? Vagy mi volt az? Akkor ez egy vrév. Na várjál, most egy baj van. Most meg kell találni a gázpalackot. Ha megtalálunk a gázpalackot, akkor 4 perc. Onnantól számítva 4 perc. Tehát meg kell keresni a gázpalackot, és akkor... UV-fény, ectoplasm, glass és crucifix segítségével határozza meg a nemét. És hogyha figyelmesen figyel a hangjára, égesd el a megfelelő holttestet. Na várjál, tehát akkor kell kereszt, kell az UV meg az ectoplasma, ami benn van. Tehát akkor zsebóra, papíron, erre a mapra nem kell. Úgy tudom. De az csak a izéhez kell. A kiűzéshez. A kiűzéshez. Hát igen, de hogyha megtalálod a gázpalackot, akkor fel fog nyílni a... De várjál. Igen, fel fog nyílni az utolsó, tehát az exorcist része. És akkor onnantól számítva 4 perc. És akkor végig kell rohanni a mappon, hogy hol vannak a hullák. Vagy hát az a két hulla, meg gondolom van egy férfi, meg egy női hulla. Hogyha már meg kell határozni a nemét. Hogyha persze neked is az volt odaírva, mert nem nagyon bízok a magyar fordításba. Hát nekem úgy van, hogy mit tudom én, találd meg a megfelelő nem tudom mit. Használ az UV lámpára használta az ektoplazma üveg, és a kereszt segítségével, vagy használatával. És akkor mit tudom én, föl kell fedezni, vagy mit tudom én, a nemeket a hang meghallgatása alapján, a hangfigyelése alapján, ugye közelről. És akkor el kell égetni a megfelelő hullát, vagy nem tudom mi az, mielőtt lejár az idő. Uh-huh. Mert nem akarsz a házban lenni, amikor az idő lejár. Hát gondolom, hogyha elindul a... Tehát amikor 4 perc lejár, akkor gondolom egy véget nem érő hunt lesz. Hát az tuti. Már expert... Ghost exorcistálóként. És akkor azt a hullát kell kiégetni, amelyik izé... Amelyik hangot hallott. Igen. Na most az a kérdés, hogy most tény, hogy egy férfi meg egy női hulláról beszélünk, de hogy valóban-e azok-e? Tehát... Egy biztos kell az UV. Meg kell az ectoglass. Jó, de várjál, be kell jelölni, hogy ez egy wraith. Igen, akkor jelölt be. Várjál. Ja, mert te már bejelölted. Én már megtettem. Ja, jó. Na. Ez mi? Szerintem most jelent be... Vagy most nyílt ki ez az ajtó, amit nem tudtunk bevenni. Ja, hát úgyis... Oszta! Ott jelent! Másik irány! Oszta! Jön utánam! Ja tényleg kinyílt ez az ajtó. Oszta kurva élet! Hát itt van seggemben. Na jó. Zsák utca? Nem nézek hátra. Nem tudom, én az egyik szoba végén vagyok. Azt a kurva élet! Megjelent egy szarvas. Eltűnt? Jó, menjünk oda, ahol a két ott izé... Én hallok valamit. Én nem. Ja, itt vannak a hullák. Ja, hogy itt ennyi hulla van! És ebből állapíts te meg az, hogy melyik! Te hülye vagy? De várjál, most nyomok neki egy... Jó, hogy rájuk lehet tenni a keresztet.
De várjál, és akkor mire jó az ektoplazma? Valamit látnom kéne az ektoplazma? Várjál, az ott nem az a gázpalack? Nem. Várjál, ezen van izé, genyó, ezen. Akkor erre kell a kereszt? Nem tudom, de még a gázpalackot se találtuk meg. De ezen is van genyó. Akkor szerintem mindegyiken. Nem, mert valamelyiken nincs genyó. De, ja de, mindegyiken van. Ja, ezek az áldozatoknak a száma, akit a szellem megölt? Nem tudom. De jó, most mindegyiken van ektogenyó, akkor mi van? Mondtad, de hülye hangot hallod. Én is. És az UV-val nem látsz valamit a hullákon? Jézusom. Olyan hülye hangot hallottam. De várjál, itt vannak... Itt vannak betűjelek ezeken, például F, M... Ja, ez lesz a nem, hogy például male meg female. Oké. Jó, akkor így már... Akkor ez szerint teljesen több legyen, akkor még a fülkeréket, így azért, hogy nő vagy férfi legyen, nem? Jó van, de miből találjuk ki, hogy ez milyen szellem? Hát majd a hang alapján. Hát milyen hang? Volt hang? De mondom, még nem találtuk be a gázkannát. Ja. Anélkül nem lehet kiürni. De hol a gázkanna vajon? Valaki rögött. Ez nekem nem tetszik. Most is. De várja! Vagy ez a hang? Nem tudom. Mert neve... De ez most egy női nevetés volt. Hát, igen. De gázkannát még nem találtuk meg. Hát jó van, na! Az a másik feladat még. Jó. Akkor keressük meg a gázkannát. Hú te. Egy nagyon neve, egy női hang nevet itt amúgy. Bazd meg. Mi van? Megjelent? Bazd meg. De hol a gázpalack? Itt, én itt keresem a... Ne aggódj, mert én is kapni fogom, érzem. Na várjál, most én azon gondolkoztam, hogy akkor most vajon... Tehát hol a gázpalack? Szerintem a pincében. Bassza meg a pincéjét. Ez mi? Ez mi? Mi ez a hülyehang? Agy szakúr! Mi a faszom ez? A... És meg... Ja, letelt a 4 perc! Bassz meg, letelt a 4 perc! Bassz meg! Tehát akkor rá kellett volna te... Ó! Tehát akkor elég... Elég a nevetésre figyel. Szerintem a gázpalack az ott volt bent. Ahol mi voltunk, érted? De paszki! A gázpalack megszállása a másik feladat. Az meg a izéhez tartozott. De szerintem valahol láttuk a gázpalackot, és szerintem izé... Elmentünk mellette. De most nézd, ha rátesszük a... Meg kellett volna nézni azt, hogy mit tudom, mondjuk rátesszük egy női karakterre a izét, a... Vagy egy női hullára a izét, a keresztet. És kimegyünk a házból. Hogy akkor ki van-e pipálva. Bár akkor kiderül. De azt mondta, hogy égesd el a hullát. Nem? Hát igen, akkor, hogyha kitalálod a hang alapján. Na de jó, de én mivel égessem el? Hát a gázpalackkal, értető, de hol volt a gázpalack? Nem a gázpalackkal kell égetni. Nem, hát a hull... Azt a kurva, így is 4000 coint kaptunk. Ja, hát gondolom a biztosítás. Én csak 1000-es kaptam. De miért? A faszom se tudja, mert buzi. Megpróbáljuk még egyszer? Megpróbálhatjuk, én most ezt most kurva nem értem. Én sem. Fussunk neki még egyszer. Akkor lehet, hogy így már napira nem kerül sor. De nem az volt az, ott volt az első tájok ki, aztán mert oké, hogy másik, azt a tájok a gázkannát, és csak úgy utána fog fölnyírni a kivűzés, de a gázkannát vagy a gázpalackot nem találtuk, mert nem is láttam, hogy hol van. Hát nézd, én láttam 2 gázpalackot ott, ahol a hullák vannak. De arra nem, tehát nem volt se kézjel rajta, tudod, hogy mit én föl lehet venni, vagy valami. Azaz. De akkor mire kell az ektoplazma, meg az UV? Igen, ezt nem értem még, sajnos.
Úristen, dagadt az a macska. De milyen ronda szar volt az, barca? Azt, meg... az igen, azt nem tudom mi volt, te úristen. De te, de akkor te is meghaltál. Én is meghaltam. Bazzeg. Ott nekem is ott volt. De várjál, akkor elvesztettük a cuccokat. Bazz meg elvesztett. A kurva életbe. Funeral home. Bazzeg. Összeszarom magam. Én is. Mário Melendez. Csak akkor válaszol, ha egyedül vagy. Gázpalac. Keresse meg a megfelelő holttestet UV-fény és ektoglassz és krucifix segítségével. Tehát akkor gondolom, de mindegyiken volt genyó. Te annyi kereszt meg nincs a játékhoz, hát mindenki csak kettőt hozhat. Én, amikor oda ment az egyik hullához, akkor ott mellette nem tudom, között egy ilyen nem súly, ilyen hörgő hangot hallottam, nem tudom mi volt az. Vagy az alapján lehetett megtudni most ő az-e vagy se, én nem tudom. A többinél még nem hallottam. Én nem tudom, hogyan van ez most jelenleg. Bazeg. Jó, mindegy. Bemegyünk, megállapítjuk a szellem helyét. Gépen már mindjárt felfüstöl. Elfüstöl. Ami olyan helyre, ami könnyű. Kérem a jumpscare. Várj, de itt már most nyitva volt az ajtó, az nem gyanús? De mondjuk a konyhánál könnyebb nem volt. Amúgy igen. Igen, nézzük meg fel az első. Ja. Hopp, hopp! Jaj, mi ez? Ez mi volt? Ez mi volt? Én hallottam egy... Az cím. Ez mi volt? Hú, bazeg. Van egy sejtése, vagy a fürdő. Lehet, de majd a fürdőre majd később visszatérünk. Szerintem is, hagyjuk. Becsuktam, én voltam. Megint rövök valaki. Ma megint? De hát még első indul. Hát a 3D-s látás nem igaz. Visit, vagy... Azt a kurva élet, mi? Rámugrott valami hülye mesztelen szar. Assza kurva eget. Ó, van Vudu baba. Itt a Vudu baba. Nekem sem. Nyerített, mint egy lóbazd. Ki? Hát nálam ez, ja. Amikor bedobta ezt a... Itt is ugorjál? Kettő, oh, és itt meg a szekrényből, geci. Igen, itt van a hármas. Nézzük, van-e... Várjál, felkapcsolom a villanyt. És bazeg nincs ektoplaszba. Halló? Mi ez? Wow! Nem, mint hogyha ugatott volna, vagy nem is tudom. Ez négyesen megy, basszus. Vagy nem is itt, hanem a szomszéd szobába, mert ott dülöngél. Létugrott ki, nem? Aha. Valami morog itt a szekrényben. Valami nyitogat is. Vagy a másik szoba? Aha, itt vagy. Azért mondom, itt... Várjál! És itt? Bazeg! Nem, mind nincs ektó. Itt sincs. Minden négyes. Tudja túloldat, te tudja, hogy ott benn van. Igen, én voltam. Sabba hagyta. Lehet, hogy ez egy Onryo. Szerelme szellem. Nem tudom. Ó, bazeg! De hogy lehet az, hogy minden szobába jumpscare, érted? Ja, várja, nem jó az ektoplazma, itt később szükség lesz rá, szóval... Na várja, megnézem, ha kint van-e valami. Ja, menjünk ki. Jó, csak meg akarom nézni, hogy hát... Mi ez? Mi az ő? Mi az ő? Vörös pi? Dárcozik. És dárcozik, mi a fasz? És ennyi? És mind a hármat a bulba? Mindjárt izé lesz valami, meg félek. És nem vagy itt? Nem, el... Dehogy is nem itt vagyok. Hol vagy? Itt. Ja? Bazeg, én azt hittem a szobában vagy. Vagy hát ott vagy, de... Ott is. De várj, itt körbenéztem, hogy itt van-e ektoplazma, de itt sincs. Úgyhogy menjünk ki. Oh! Bazd a kurva élet, bassza meg. Oh, bassz meg. Menjünk ki. Most figyeljél, mert tudja, a konyhában jön a jumpscare, mert általában úgy szokott lenni. De igen, végre figyelj... Mi a picsa, bassz meg? Nem igaz. Kapcsolódja a lábát. Ez mindenhol van ez a szellem? Ezt itt mi kapcsoltuk fel, nem? Nem tudom, de amit kapcsolt. Na jó, na várja. Nem tudok semmit.
Jó, az ektoplazmát azt visszakihozom. Hát más opció úgy sincs. Hozok UV-t. Meg akkor a Spirit Box. Tehát akkor kereszt, Spirit Box, meg... lámpa. Akkor mehetünk. Mehetünk. De olyan jó 40 FPS-en van. Úrva jó. Hogy beszélek? Én már félek, baszki, kurva jön, én is. Nem igaz. Én is. Faszom ki van ezzel a sok jumpscare-rel. Jó van már, nem érdek meg ettől. De úgyis egyedül kell lennem. Mi azt írtad? Megint röhög. De ez ilyen női röhögés ez megint, nem? Igen, azt hallottam én is. Jó. Az nem fagyos hő volt? Ja, nem csak az árnyék. Jó van, menj ki! Ja, jó van. Are you here? Nem, mint a kint jobb lenne. Na, tudom. Are you here? Can you speak? Where are you? Are you here? Még mindig 4 perc van rajta? Engem. Jó. Are you near? Can you speak? Give us a sign. Where are you? Where are you? Kapcsolgatja a villanyt. De nem itt. De nem itt. De ez valahol balról hall. Lent van? Most én is azon gondolkoztam, mi van, ha nem van. De nem lehet a fürdő, mert... Ezt ilyen balról... Mozgatja a széket. Viszont csak hármas. De akkor itt kell lennie. Hát igen. Where are you? Are you here? Can you speak? Where are you? Are you here? Where are you? Can you speak? Can you speak? Where are you? Mi? Milyen színű macska volt? Ja, olyan macska volt? Ja, hát akkor jó van. Azt hittem a fekete macska. Where are you? Are you here? Can you speak? Where are you? Where are you? Hol van? Beszélgess te vele. A konyhában kapcsolgatja a villanyt. Akkor lem van? De... Jó. Akkor átmegyek oda. Hát ha van, akkor mindent eldönt. Oh! Fönt kibaszta a rádiót. Na akkor hol van? Vazd meg. Akkor lehet, hogy már egy úton izé is lesz. Ektoplazma. Amúgy nem tudom. Lehet, hogy össze-vissza jelez. Direkt, hogy ne legyen egyszerű. De azt az ajtót kinyitotta, az viszont nem én voltam. Mi a faszom? Ott van az ablakban, bazd meg! Azt a kurva, tényleg! Tudtam, hogy az ablaknak is van valami jumpscare-e. Itt mindennek is van jumpscare-e. Mit? Hát, én az ESG-t el tudom vinni. De bazdek, hogy így lépten nyomom mindenhol. Amúgy szerintem ez túl sok jumpscare amúgy. Ez már túl sok. Vagy direkt azt akarták, hogy minél több jumpscare legyen, és akkor minél előbb elérje az inger küszöböt, és akkor már megszokod meg így, vagy de nem tudom. Hát azt én sem. Régen ezt itt hagyom is. Van fagyós. Hopp, az jó. Az nagyon jó. Várjál. Revenant agas Jin Hantu Oni Myling Raiju Mare Demon Gul Abaddon. Ezt én sem. Lent fölkapcsolta a villanyt. Azt a kurva! Hol vagy? Kecskefejű. De várj, itt hagytam a Spirit Boxot. Van itt még valami? Amit itt hagytunk? Jó, nem. Na, akkor le is kapcsolom. Olyan hangja, mint egy lónak. Az mit jelent? Ki tudnád fejteni?
most nem fogok itt lovast itt játszani. Imádom, hogy át van szakadva az egész paddózat, meg minden. Nagyon durva Gamescu. 4-es. De csak 4-es, ez a bajom. Kapcsolom már egy villanyt. Nem, már faszom ki van. Jó, szerintem megint beszélgetnem kéne vele. Egyedül válaszol? Igen. Tudod, mi gondolkoztam, hogy már megint vajon bágos az izém? A mikrofonom? De várj, de te hallasz engem. Meg ezt amúgy is kéne hallania, tehát nem kell mikrofon. Így van, anélkül is hallja, mert beszélsz hozzá, vagy mit. Igen. Where are you? Ja, de várjál, de akkor valamerre menjél. Biztos, hogy egyedül válaszol? Igen. Ja, jól van. Nézd, ha nem válaszolna egyedül, akkor már rég válaszolt volna amúgy is. Where are you? Are you here? Can you speak? Voltam. Mi? Voltam. Ja, oké. Okay. Are you here? Can you speak? Give us a sign. Where are you? How old are you? Can you speak? Give us a sign. Where are you? Where are you? Are you? Mi van? Mi ez? Ja, bekapcsolta a mikrohullámos sütőhöz. Elkezdte sütni a vacsorát. Azt én is. De 4-es. Oh! Nálam nem. Bezárta, becsukta a konyhaajtót. Megint süt, megforgatta a serpenyőt. Hú, bazzeg. Valami villantott az ajtón túl. Villantott, ez én voltam. Bazd meg. Are you here? Where are you? Jó, a faszom, beszélj vele te. Hát rád mindig hallgat. Akkor mindig először, hogy jönni, hát igen. Beszélek vele. Hát igen. Ó, bazd meg. Nem akarom. Ú, bazeg, valami szöveg föl van írva a... Nem, én vagyok. Azt a kurva, mi a faszom volt az? Ott elfutott valami kisgyerek, bazd meg, azt a kurva élet. Áááá! Nem válaszol? Faszomat. De ez akkor nem Spirit Box. Na, 3D6-es. Itt egy ilyen hang volt, ez bazd meg, mint elkezd fújni a szél, és a húzatot szélre kezdett, ez egy hülye hangot kiadjuk, hogy a réseken fújj át a szél, tudod. Ja. Szétbassza a kukát. Bazd meg. Most ezzel mi a tökömet csináljunk? Mert semmi nincs. Pedig ez nulla. Nézd! Ráfasszom. Amondó vagyok. Beszélni biztos nem fog beszélni. Na jó. Várj, az ESG-t azt mondjuk itt tudom én leteszem. A festés is a fest, bazd meg. Itt lesz meg, mondjuk tesszük ide. Aztán hátra lesz valami. És mi van, hogyha ESG, de csak akkor fog vele a gorió kommunikálni, hogyha kimegyük, tudod? Hát nem... Nem, mert... Nem, mert gori... Nem lehet gorió, szóval... Ez mi volt? Serpenyő. Megint főzött a veré. Ha? Tudod, mit mondok? Menjünk ki. Menjünk ki, és te kicsit nézzük meg, hogy ezek a szellemek mit tudnak. Jó. Várj, az UV-n állad van? Nem. Nincs. Mert az kell lenni fog. Tehát... Tudom, hogy kell. És tudod, hogy hova dobtad be? Tudom, hát ez a konyhába. Ja, jó. Tehát a konyhába dobtam be. Jó, oké. Na nézzük, Revenant. Nagyon instabil szellem.
Ha úgy döntenek, hogy nyugodtak maradnak, könnyebben megtalálod őt. Mennyire vagyunk nyugodtak? Hát 44% szerint így fogalmam sincs, hogy mit tettem. Szerintem beszélt hozzá, nem? Lehetséges. A következő az az agas, de az megint a hideg könyv. Mi a faszom? Az előbb voltam 69%-kal, szerintem most leugrottam 60-ra. Mi a faszom van? Nem tudom, de valami nagyon szedi a szerintinket, most jöttem rá. Melyik fasz eszél ennyire a szerintinket, baszki? Hát gondolom a sok paranormális tevékenység. Nézzük, Jean. Jean nagyon aktív szellem. Nincs is Jean. Miért? Agas, Revenant van, Agas van, Oni és Ghoul. Ja, mert van új lenyomat, bocsi. Hát Revenant, Agas, Oni. Na nézzük az Onit. Köztől ott, hogy nagyon gyors. És további adatok nincsenek. Hát ektoplazmás cucc kéne hozzá, az volt. Nem, nem volt ektoplazma. Nem, az az agashoz kell az ektoplazma. De az nem volt. Igen, az agas. Jó, de hát agas. Várjál! Ektoplazma nem volt. Várjál kicsit. A konyhában... De várjál, mivel fent volt az emeleten, ezért a konyhában már nem volt nálam az ektoplazma. Vagy volt? Hát nem tudom, lehoztad magad, de nem? Hát De várjál, azért hoztam le, mert... Nem, azt eleve kihoztam, mikor felhoztuk. Ezt most jól meg azt mondtam, de igen. Ja, mert itt van lent öttünk az ektoplazma. Igen. Jó, hát akkor... Na várjál, mit... Várjál. Ja, minden másban... A spirit box biztos nem kell. Nem tudom. Nem pofázik az állat. De várjál, szerintem az ektoplazmát kintről is meg tudom nézni. Amin... Nem merek bemenni. Ez a kettes, ez olyan nagyon nyugodt szellem. Van ektoplazma! Na tessék, erről beszélt. Kifele. Az mi volt? Ez mi volt? Ez mi volt? Tudod mi a baj? Most megjelöljük. Megint agas. Ez ugyanaz a szellem. Vagy nem, eddig mi volt? Ja? Ha most megjelöljük, kinyílik az ajtó. És akkor elvileg akkor fog már visszaszámolni. Igen. De a gázkandát azt hogy a faszomba találjuk meg? Most mire gondol? Nem tudom. Nem tudom, azon gondolkoztam én is, hogy... Meg kéne nézni azt, hogy bejelöljük. És akkor mi történik? Igen. Tehát az, hogy bejelöljük, és akkor hogy csak az első opció nyílik-e föl. Hát mondjuk jó, alapesetben jól. Úgy kell lennie. Jó, nézzük meg. Bejelöltem, hogy agas. Igen. Igen, fölnyitódott ez. Hát igen, és csak a gázkanna. Na igen, na de most... De most milyen gázkanna? Mire gondol? Nem tudom. De én nagyon alacsony szerintem vagyunk, ilyen 30. Mert az ajtó akkor fog kinyílni, hogyha a gázkannát megtaláljuk, érted? Mert úgy volt, hogy benn voltunk a konyhában, kiválasztottuk a szellemet, és az ajtó egyből kinyílt. De a gázkannát meg fogalom sincs, hogy most mi volt az. És mi van, ha alapból kinyílik az ajtó? És a gázpalack meg benn van a szellemeknek a helyén? Nem tudom. Jó, próbálkozzunk meg először ezzel, hogy menjünk be, nézzük meg, hogy itt van-e az ajtó. Ha nincsen, akkor be kell keresni a gázpalackot a konyhában. Vagy hogyha már a konyhában vagyunk, akkor látni... Várjál, kell az ektoplazma, nem jó. De várjál, de ez benn van? Vagy ide ledobtam? Spirit. Akkor benn van. Jó, ne, te meg... Az UV lámpa is. Ja, meg hozd az UV-t. Mondom, ki lesz 220-ve ez már mindjárt? Én már nem tudom, de már hülyét kapok. Na. Melyik ajtó volt az? Alapból ki van nyitva. Várjál, felvegyek az emeletre. Megnézem a... izét. Melyik szoba az, amelyik a... Amiben az idő van? Azt a kurva eget! Melyik szoba? Szembe? Azt hiszem a legvégén volt, nem? Valaki rög. Várj, nem. Á, megvan. Már visszaszámol, már 2 perc. Már 2 perc. Milyen foltot látsz? És az mire jó?
És az mit tud? Nem tudom, de már 2 perc. De az a baj, hogy 2 perc. Valami dagadt bohóc volt? És melyik emberekkel látod a foltot? De a gázpalackot még mindig nem értem. Jó, menjünk ki, mert 2 perc van, és megint jön, azt meghalunk. Hát akkor nem tök mindegy. Hát de hát azért a cuccaink azért maradjon. Vagy lehet, hogy ez falon keresztül jön, érted? Vagy ez egy instant kill lesz, hogyha kint vagyunk, nem? Lehetséges. De azt mondta, hogy kint, hogyha már kint vagyunk, akkor ne legyünk bent, érted? De nem nyílt föl, látod? Tehát amint megoldjuk a szellemet, visszaszámol. Ezért lesz jó az állványos kamera. Tehát, hogy... Miért? Mert akkor tudjuk kintről nézni, hogy mennyi idő van hátra. És akkor tudni fogjuk, hogy akkor mikortól számol vissza. De hát akkor valaki ezt figyelni is kéne, de nem. Hát az lesz, hogy figyelj, leteszed az állványos kamerát a tévészobába, az közben mi megyünk tovább, csináljuk a dolgunkat. Csak hogy akkor a... Akkor látni fogjuk, tehát bejelöljük a szellemet, és akkor tudni fogjuk, hogy na, akkor innentől számol vissza tényleg. De milyen gázpalack? Hát ez az, én is ezt kérdezem, milyen gázpalack? Vagy gázkanna, bocsánat. Nekem gázpalack van írva. De hát a gázpalack az... A gázpalack, igen. Ja, tehát a gázpalack az egyetlen egy helyen van, az a izé. A... De ne menj be! Mert már lejárt az idő. Már lejárt az idő bőven, szerintem már rég izé. Azt a kurva, és tényleg! És tényleg! Azt a kurva eget. Gyors a húzás, húzás! Gyere, megyünk, hát ha izé megöl minket. De 2000-et kapunk, ha megoldjuk amúgy. Hát az alapot, igen. De az mondjuk az se rossz. De akkor tudok venni most már 2 keresztet. Lehet, hogy ebből csinálunk egy második részt inkább. Fú, hát... Érdekes ez az új map. Majd ránézzünk még egyszer. Ez egy érdekes pálya mindenféleképpen. Azt kell, hogy mondjam. Iszonyat sok jumpscare van benne. Ami feltétlen nem baj, csak... Szerintem túl sok. Szerintem ez tényleg túl sok. Tehát itt minden hegyé hátán van egy jumpscare. Ja, főleg amikor az a köntös fejű asszony beleordított a fejembe, bazdák, az fú közelbe. Mondjam, beszartam. Szóval én át akart ölelni. Hát nem véletlenül köntösös nagymama. Meg láttam a száját belülről, bazdák, olyan közel volt. Tehát, hogy... Szerintem én személy szerint sok hallom a jumpscare, de ezt majd a nézőközönsége eldönti. Tehát maga a jumpscare-ek azok jók, vannak újak, igen. Újítások jumpscare-ként. Igen. De mondjuk némelyiknél van, nem tudom, hogy hiba inkább, tudjuk ott a wardrobe-ból, a ruhászekrényből. Szerintem az egy túl gyors az a jumpscare. Nagyon gyors, hogy amikor kiugrik, hogy olyan, mint ha így, ez is így elkapná a képet, és akkor így tovább benne vagy. Igen. Szerint annak a jumpscare-nek én sokkal jobban el tudnék képzelni egy olyat, hogy mit én mondjuk, hogyha már benyitsz az ajtón, ott fekszik valaki, és csak beleugrik az arcodba. De ilyen, de... Vagy úgy kell, hogy megcsináljuk a benyit, és akkor mit a szekrénynél van valami, akkor lassan kinyílni, és akkor utána ugranak. Igen. Vagy egyszerűen szimplán csak így kicsapta az ajtót 2 oldalra, és akkor beléd ugrana, érted? Tehát azt is eltud... Hát, jó, van, jó, mert az, hogy a semmiből így kiesik valami a szekrényből, és így tényleg összeszartad magad, de hogy nem láttál belőle semmit, így elveszíti azt a, nem tudom, szerintem azt a... Azt a hatást elveszíti. Igen. Na jó, nekem nagyon tetszik ez a pálya. Kíváncsi leszek rá, hogy mivel fognak még előrukkolni, mert még mindig ezerre dolgoznak a játéknak, hogy hogyan lehetne jobb, és miként lehetne jobb. Nekem is tetszik, mert legalább új pálya, színes is, hogy így mondjam, amikor ott az eszközöket nézel, hogy színesnek tűnik a játék. Meg valamilyen simának is megy, nem tudom. Gagyit mondok, olyan, mint a... A ciklon. Ciklon, ja, olyan, mint a ciklon, csak nem jobbról mész, hanem bal. Igen. És persze kisebb. Igen. Sokkal szűkösebb. És legalábbis a földszint része az kisebb, az emelete egy kicsit nagyobb. Igen.
Olyan, mint hogyha a Cyclon Street-et és a Farmhouse-t így egybe rakták volna. Ugye a Farmhouse is egy szűkös pálya, ott a főleg az emelete, de itt amúgy minden is szűkös, és a, úgymond a Cyclonnak az egészét meghagyták. Meg... Hát jó, tehát mindegyik ilyen apró vidéki pályából raktak össze egy másikat. Igen. De nem mondom azt, hogy úristen, ez egy per egy olyan. Tehát, hogy... Hát persze, hogy... Mindennek van úgy, úgy, tehát minden pályának megvan az a hatása, hogy ez tényleg egy új pálya. Tehát, hogy nem cseszték el abba, hogy... Úristen. Tehát nem cseszték el abba, hogy... hogy valamelyik pályára is hasonlítana. Mindegyik mapból így kivettek egy kicsit. De kíváncsi leszek rá, hogy hogyan folytatják, mert azért lehet látni itt a térképen, hogy itt még vannak dolgok. Na jó, nem húzom tovább az időt, mert még van más dolgunk is. Köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb folytatjuk ugyanezzel a pályával, majd egy hosszabb videót ennek tervezek ugyanúgy, hogy tényleg csak a, erre a mapra koncentráljunk, hogy tényleg felfeddi, hogy tényleg most akkor ezt hogy kell csinálni. És megpróbálok megpróbálunk érdekességekkel jönni legközelebb is. Mindenki legyen. Van, megpróbáljuk kitalálni azt a rejtét, hogy most ez a gázpalack, amit kell csinálni, vagy igen. Hol van egyáltalán. Igen. Mindenkinek kitartást kívánok az iskolába, meg minden egyéb. És legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!